Mert a Rich Gang megbaszta a rendszer. Anyám! Ez az bátya! A mai napon átjöttünk Zadarba. Találtunk egy NDK strandot, ami olyan, hogy van egy medence elkerítve, van rajta hagyva egy lyuk, és a tengervíz átmegy. Amit azért élvezek, mert végre nem cipőbe kell fürdeni. De miért mész egyből a legfentre? És van itt egy bulal, ami nem véletlenül, de le van zárva. Te magadtal elkezdtél kamerázni? Okos, nagyon ügyes kis tánk vagy. Dobd fel a verszót. Igen, most megmutatom, hogy még fénykoromban hogy rabolt a csuka. Úristen! Elmegyek a nagyra! Hát kurván itt a volt leugrani 400 méter magasból. Ez még így is durván magas. Okosság! Hát ezt látom. Vége lesz a tagnak, srácok, vége. Kezdődik a rajozás. Biztos, komolyabb felül. Biztos, hogy helyi. Valószínűleg helyi. Nehogy semmi. És miben, hogy fejest ugrik a faszt? Valószínűleg ő már ugrott. Add meg a respát! Patti, keményebb vagy. Nyilván az. Úristen. Anyám! Ember. The next day. Úristen, még jó, hogy nincsen meleg, nem? Hát bátya, nem. 60,5 fok. Szia uram, mi a helyzet? Te is Horvátországba? Igen. Gyerekek. Megbeszéltük az új spanunkkal. Ki az? Banánoztunk vele ma. Ja. Béreltünk ma egy banánostól egy banánt, ami Jetskin húzott minket egy banánnal. És nagyon meggyötört minket. Mert a Patrik szétcsicskította az embert, hogy csak ennyit tudsz, ám. És utána mondta nekünk, hogy mi szálljunk le, a Patrik maradt fent egyedül, meg a Soma. És szétnyomta őket. Szétbaszta a fejem. És most ugyanez az emberhez megyünk vissza, és bérelünk egy komoly kvadot, vagy hát pontosabban ötöt. Patriknak még jogsia sincs. Ez a legszebb az egészben, és kötelező vezetési engedély hozzá, hogy elhozhassd a gépeket. De... Jaj, neki én ezt nem hoztam. Hoppá, bocsánat, Barbie. Szóval a Barbie oksiával hozunk el a Patriknak egy kvadot, hogy a bátyja is tudjon menni. De mondjuk amennyi pénzt ma már ott hagytunk nála, még jogsi nélkül is odaadhatná egyébként. Minden, most kérek egy elektromos rollert. Nem, neked is kvad kell, tesó. Ez lesz most a prog, megvágjuk Vír szigetét, mert a Patrik ugyebár a robogóban kirúgta az összes üzemanyagot, úgyhogy most bérelünk szépen kvadokat, aztán most megvágjuk a szigetet még utoljára, mert holnap megyünk haza. Oda nézd, micsoda buli van. Ezt mondom, 4 napja vagyunk itt, de mindig csak délelőtt jöttünk, amikor 80 fok volt, és senki nem volt az utcán. Most jöttünk le először úgy, hogy délután, és tele van a város. Lehet, hogy ezt most már megint mi basztuk el amúgy. Egyébként az a durva, hogy az volt tervezve, hogy itt én majd naponta vlogolok meg minden, de ebből a 60 fokba úgy lefáradtam, hogy nem többet aludtam, mint amennyit mozgásban voltam. Erre a Patrik a tanúm. Patrik, aludtam a pár napba? Csak azt csináltad. Leszívott új a nap, sajnos csak az energiámat, hogy nem nagyon volt aktivitásom. Szóval így, hogy ezt a két videót összerakom most így a héten, ez nekem olyan megerőltető, hogyha otthon normál helyzetben csinálnék 4 videót. Csak a magyarázkodás. Oh, Patrick. For 5 minutes, they come. Yeah, and so how much is for 1 hour? On the paper we seen 250. Yeah. And you listen, I have a question. 400 pounds. 400. Can we take 2 hours? All of us pay. Or not really? So bátya már alkodik. For 400 for 2 hours.
450. Mondd meg, hogy meg akarjuk nézni a naplementét. Yeah, because we want 4.50. Két óra? Ember, 50-nel több a semmi, 2000 forint. Okay. Tész dél. Very nice, thank you very much. Very good, my friend. Ne ütögessé bátyom, mert le van égve. Megkapta a bátyát a nap. A Patrik élete volt, amióta megszületett, csak hosszú zokniba jár. Levette a tengeren a bátyja a hosszú zoknit, mert nem mehetett volna be a tengerbe. Úgy leégett a lábai, hogy nem tud sétálni az öreg. Nekem te ne. Dobd elő a piros kákat. Jó, ez fényem, nem adja. Ez nem adja vissza, de ez amúgy... Na, szóval az a lényeg, hogy mivel mi már itt voltunk délelőtt, és mentünk itt már a banánon, meg ezen a másik szaron háromszor, ezért most az egy óra helyett kaptunk két órát, másfél óra befizetésért, mert kedvel minket a tag, mondjuk ez számomra szörnyen furcsa, és így meg tudjuk nézni még a naplementét is, ugyanis 7 óra van, és 8 óra 30-kor megy le a nap, úgyhogy most ezután elmegyünk és keresünk valami rajzpotot itt a szigeten, ahol meg tudjuk lőni a fullos insta képet. Úgyhogy ez most egy elég jó deal. Meg hogy a Patrik ilyen jól beszél angolul, mondjuk én is intéztem volna, hogy ha ő nem tud. Azért jó volt, tehát tesó, azért látszik. Ja, de most nézd! Volt tesó, ezt az új... Hagyjuk, figyelj. Komoly, hogy így tudsz beszélni amúgy angolul. Opszi! De mert? Hát mert így simán leboltoltunk két órára, 100-zal több érgezik. 100 kuna, 4700 forint. De két órát kapott a bátya. Szétrúgjuk azt a kvadot. Bátyának előkészítették, oda nézz a... Tetszenek a gépek, apja? Majd megmutatom a tulajnak, hogy kell rúgni neki. Azt gondolom, ő biztos, hogy nem tudja, nem foglalkozik vele még 800 éve. Komolyak amúgy. Működik. Zapíszi, hé! Zapíszi na trojse se pali opetce kreska. Ajde, to mora. Valami baj van. Csak találomra fogok. Adott, várd meg. Arra megyünk egyenesen? Jó. Jó. Jön valami? Geci, azt hittem ismerem a szigetet és át akartam itt vágni, de nem adta ki. Amúgy ezt... Várjuk meg, de amúgy kurva jó, nem? A Patrik már a szép bünteti. Hallod, én lebüntettem a durrogot vissza. Én, nekem is folyton. 67 a max. Nekem is. Annyit mentünk. De ez az ember, hogyha nézné a blogot, ha ez az ember nézné a blogot, nem adta volna nekünk ki. Azt így elindulod. Patrik! Na menjél, na mutasd, hogy megy a tekvadon. Mindjárt, 3-2. To mislead, this is all you need. Be your everything, yeah, I'll be your everything. Still too soon to feel, please just say it's real. More than just a thrill, not just in it for the thrill. I'm in it for the love, cause love it needs to touch. Talpalok, vadozások! Menjél egy picit, és nézd meg! Gyere bátyi, utána viszlek! Nyomjad, apja! I'm in it for the ride.
volt ahhoz képest, hogy nem vagyunk boldogok. Várjál, csinálok egy olyan indulást. Kik ezek az emberek, gyerekek? A taxi előállt, uram! Előállt! Azt mondta a bátya, ne! De hát most baszd meg! Az óceán partján, mert a Rich Gang megbaszta a rendszert. Horvátország, mi van veled? Micsoda szóló? Micsoda szólódal? Gyerekek, azért ez elég komoly. Nem, Barbasz? Nagyon jó. Azért ez max. Jó helyre hoztál, uncsikasz. Nincs mit, tesó! Na tesó, hát hogy figyelj, érted meg? Visszaértünk. Aztán a bátyák mondták, hogy a sziget túladalán durraktunk. Hát de soha, itt mindenképp rotyogtatni kell. Csak annyi volt a baj, hogy én meg a Ricsi kicsit keresztbe mentünk minden kanyarba. Ja. Végére amúgy ráéreztek a bátyák erre. Figyelj, mindjárt megkérdezem még egy órát. Anyádat! Amúgy... De nagyon kom volt kereszt... Igaz leány, hogy Patrik jutott? Életveszélye, rettegtem. Jó, a Patrik az de veszélyes. Úgy mentem, geci, mint Ken Block. Nem biztos. Hát épp azért. De amúgy szerintem összességében very big program. Nagyon komoly volt. Úgyhogy ja, aki ide jön, ajánlom. Mindenképp rugatás. Megkedveltek minket, mondjuk ma elvertünk itt kb. 3000 kunát, úgyhogy valószínűleg azért szeretnek ennyire. Szerintem ma csak mi voltunk a vendégek, de szétrúgtuk mindenüket. Bátya, hallod, én teli tankról negyedre kirúgtam, csak tiltásom, geci. Az enyém is csak tiltásom ment. Fú, bátya, igen jót ment. Nem lett volna leszabályozva rommára. Á, vége. The next day. I am vlogger, ez a munkám, tesó. Én vagyok. Hol szeretném valamit? Irányító szem. Győr. Kettő. Sima, családi? Nézzétek meg, gyerekek, ezt nem hiszem el. Telefonszám. Én erre nem tudom mit mondani. Hány napos a karantén, hölgyem? 10. Hajna, 6-7. Csókolom. Az a helyzet, hogy kicsit félreértesültünk, szóval mi azt gondoltuk, hogy ha hazaérünk és egybe csináltatunk két tesztet, akkor nem leszünk karanténba, de most beraktak 10 nap karanténba, amiről engedéllyel kimehetünk tesztet csináltatni, hogy ne legyünk karanténba. Lényegében. Na, mi van? Te most örülsz magadnak, mert te be vagy oltva. Igen. Akkor még 10 nap együtt lógás! Na, szóval srácok, ezen elérkeztünk a legújabb videón végezre. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Nagyon sajnálom, hogy csak 2 nyaralós vlogot tudtam nektek összerakni, de tényleg én nagyon nehezen viselem a meleget, és nem nagyon adta ki. Nagyon fontos dolgot szeretnék mondani, mire ti nézitek már ezt a videót majd. Addigra valószínűleg mi az Instagramon már live-ba kihúztuk azt, hogy ki nyerte meg a BMX-et a pólós nyereményjátéka kapcsolatban. Ha esetleg te vagy az, akinek van kuponja, és még nem vagy tisztában vele, hogy nyertél-e vagy nem, akkor az Instagramon kint lesz az a live, amiben meg tudod nézni, hogy melyik számot húztuk ki. Erről is fogok nektek hozni egy videót, hogy személyesen elviszük a BMX-et és átadjuk annak a srácnak, aki a szerencsés. Nagyon jól éreztem magam az elmúlt egy héten Horvátországban, hogyha tetszett nektek az a szálláshely, ahol mi voltunk, akkor ennek a szálláshelynek a linkjét megtaláljátok a leírásba. Ajánlani tudom egy nyugis kis sziget, ahol lehet lógni, mint azt láttátok, vannak programok, lehet ezerre veretni, illetve kikapcsolódni. Azt láttátok a videóban, az úton kifele Horvátországba a való kijárás az tök easy, de most már Horvátország ki is nyitott, úgyhogy oda most már tudtok menni mindenféle papír nélkül. Visszafele, mint azt láttátok, mi egy kicsit félre voltunk informálódva, belefutottunk, úgyhogy nekünk 2 negatív tesztet kell ahhoz felmutatni, hogy ne kerüljünk karanténba. Nagyon sokan írtátok az Instagramon ezt, hogy ezt hogyan oldottuk meg. 2 darab negatív teszttel mentességet kapsz a 10 napos karantén alól. Elmész, megcsináltatod, szólsz a rendőrségnek, hogy abba az időzónában nem leszel itthon, ilyenkor meg se tudnak miatta büntetni, utána pedig felmutatod ezt a 2 darab negatív tesztet, és utána ismét szabad ember vagy lényegében. Ha esetleg még nem követsz az Instagramon, de szeretnél, ide lerakom az Instámat, augusztus 20-án lesz a születésnapom, addigra szeretném mindenképpen azt, hogy az Instagramom átlépje a 20 000 követőt, úgyhogy, hogyha még nem követsz, de szeretnél, ott az Instagram, és találkozunk a következő videóban, peace out! Itt van a spawn, itt van a spawn, teszi a videót ki, és mindenki nézi, 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 nézi.